az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatok. Kedves testvérek, kedves fiatalok, elérkeztünk ennek a családinak és hitalos találkozónak az utolsó eseményére, az utolsó programjára, a Szent Missére. A körmenettel, ahogy jöttünk, többször próbáltam mondani, hogy fizikailag nagyon sokszor meg tudunk érkezni egy helyre, de hogy fejben, lélekben egy kicsit több idő kell ahhoz, hogy meg tudjunk érkezni. Ezért volt körülmények, hogy egy kicsit meg tudjunk érkezni. És hogy ebben a Szent Misében teljes mértékig most ne egymásra figyeljünk, hanem Jézusra, aki itt van közöttünk, és majd itt lesz az oltáron, őre tudjunk figyelni, egy kis csendet tartva, nézzünk magunkba, gondoljunk vissza azokra a tetteinkre, szavainkra, amikre nem igazán vagyunk büszkén, amik kapcsán úgy érezzük, hogy másképp kellett volna tenni. És tegyük ide gondolatban ezeket mind Jézus elé. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat végeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én végtem, én igen nagy végtem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok élettel Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Te Szent Imrét tündöklő ifjúságában emelted szentjeid társaságába.
miután sugallatodra neked szentelte életét, engedd, hogy mindenkor közben járó segítünk legyen nálad. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélek egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Felöveszi magát, asztalhoz ültetik őket,
és körüljel, és felszolgál. És ha a második vagy a harmadik önváltásra érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák. Gondoljátok meg, ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házát. Éberen várjátok tehát az emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondolják. Ez az evangélium. Volt nála mindenki, aki rakosnál? Igen. Ott hátul is? Igen. Igen, nagyon jó. És ha jól emlékszem, a kirakósnál egy olyan képet kellett kirakni, ami erről a templomról készült. És többetektől megkérdeztem azt, hogy tudja valaki, hogy milyen templom ez? Szent Imre templom. Nagyon jó, nagyon ügyes van. Szent Imre templomnak hívjuk ezt a templomot. És tudja-e valaki azt, hogy nem olyan rég volt, de hogy mikor ünnepeltük Szent Imreit? Tudja-e valaki, hogy mikor van Imre nap? November 5. Köszönöm szépen! És most mi egy kicsit csúsztatva, egy héttel később ünnepeljük Szent Imrét, aki a templomunknak a védő szentje. És amikor egy templomnak a védő szentjére emlékezünk, ünnepelünk, akkor nem csupán a falakat ünnepeljük, nem csupán Szent Imre hercegek ünnepeljük, hanem az az egész közösségünknek az ünnepe. De ki is volt ez az Imre herceg? Itt látjuk őt, Imre herceget. Tud-e valaki nekem segíteni, hogy ki volt ez az Imre herceg? István király fia. Nagyon jó. Hú, de viszont István király az nagyon régen élt. Igaz? Hát ez nem éppen tegnap élt, hanem jó régen. De ez nem baj nekünk, mert Szent Imrétől tudunk egy kicsit tanulni. Mert hogy Imre herceg nem élt sokáig, rövid volt az élete, fiatalon halt meg, egy balesetben, de leírják róla, hogy nagyon sokszor az életében azt próbálja megkeresni, amit Jézus szeretne. Persze készült ő arra, hogy átvegye István királytól, az édesapjától az országot, hogy ő irányítsa, de megpróbálta a gondolatait, az érzéseit mind-mind úgy alakítani, hogy az Jézusnak tetszen. Szóval van nekünk egy Imre hercegünk.
De miért szent? Tudja valaki, hogy mit jelent az, hogyha valakiről azt mondjuk, hogy szent? Valakinek van-e ötlet? Akit püspökké avattak, hát van benne egy kis igazság, mert tényleg vannak olyan szentek, akik püspökök voltak. De ő nem volt püspök, sőt nem volt pap. És nagyon konkrétan a szenteket, szenteknek nevezzük azokat a személyeket, akiket egyrészt az egyház hivatalosan, ünnepélyesen kimondta róluk, hogy a mennyországban vannak, és hogy valamiért az életüket úgy élték, ami számunkra is követendő példa. Te lehetsz szent. Mondd el a nevedet. Laura. Laura lehet-e szent? Mondd a nevedet. Dorina és Dorina? Ő is? Hát képzeljétek el, hogy mindannyian lehetünk szentek. És mi kell ahhoz, hogy szentek legyünk? Úgy kell élni? Hit. Tessék? Remény. Akkor fölteszek egy olyan kérdést, hogy ki szereti a pizzát? Köszönöm. És ki szeret elmenni moziba, filmet nézni? És kint van sportcipő és torcsóvics. Sportcipő. Hát képzeljétek el, kedves fiatalok, hogy Ferenc pápa azt mondja, hogy ilyen szentekre van szükségünk, mint amilyenek ti vagytok. Hogy sportcipőt viselnek, farmernadrágot viselnek, szeretik a mozit, szeretik a filmeket, a jó dolgokat. Ilyen szentekre van szükség. Ahhoz, hogy szentek legyünk, nem kell valami nagyon különleges dolgot csinálni. Nem kell valami erőnket meghaladó csodát tenni, hanem egyszerűen élni a hétköznapi életünket úgy, hogy megpróbáljuk Jézus tanítását és az ő személyét követni. És ez nem zárja ki azt, hogy közben szereted a filmeket, szeretsz enni, szereted a focit, ez mind-mind hozzátartozik ahhoz, az élethez, amit Isten
neked adott. Mindannyian meghívást kaptunk arra, hogy Jézus kövessük, mindannyian meghívást kaptunk arra, hogy egyszerűen úgy, ahogy vagyunk, egy sportcipőben, egy farmerben szentek legyünk. Jézus által neked most személyesen egy meghívót, hogy gyere és kövess őt. Próbáld meg a füleddel és az értelmeddel meghallani azt, hogy mire hív téged. És lehet, hogy másokon keresztül szól hozzá, a barátodok, szüleiden, vagy éppen a papbácsin keresztül. Lehet, hogy a szentírási részeken keresztül, amiket például most felolvastunk, ő nagyon sokféleképpen tud hozzá szólni. De rajtad, egyedül rajtad múlik, hogy meghallod-e, és elindulsz-e Jézus felé. Ő már kitárta számodra a kaput, és vár téged, úgy, ahogy vagy, úgy, ahogy jól érzed magad, azokkal a dolgokon együtt, amiket szeretsz, ő vár téged. De neked is el kell indulnod, kell lesz hozzá te is. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pókokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment töménybe, ott ül a mindenható a részsejünkbe, honnan jön el kitérni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Thank you.
Krisztus, a mi Urunk által,
minket, miként az angyalok és főangyalok, a szentek hatalmas seregével együtt, dicséretet himnuszát szegjük, és vég nélkül énekeljük. Íme hitünk szentek. Alájnak kérek, Úr, és itt el vagyunk föltámadásnak, Anya Jézus.
Annak emlékét ünnepeljük át, Istenünk, hogy fiad üdvösségünket szenvedett, csodálatosan földában, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományát, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaidra, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyessével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Imre herceggel és minden szenttel végül. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben, földi szarátok útját járó egyházadat. Szolgáld Ferenc pápánkat és László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kérését, hiszen te akartad, hogy színed előtt álljunk. Jóságos atyánk, mondd magadhoz irgalmasan, a világhoz szétszóródott, valamennyi gyermekedet. Elmúlt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt, mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztusunk által, mert általa választod el minden jóval a világ. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. A Krisztussal földámadunk, és Isten gyermekeink vagyunk, bizalommal így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesed végét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges együttét. Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait. Békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne védkeinket nézzed, hanem egyházat hívjék. Őrizd meg szándékot szerint végében, és add meg teljes egységét, aki elsős uralkodott,
mindörökkön örök. Úgy látszik, még a cica is velünk együtt akar mindenkárni.
szentmisség, hanem azért, mert a csendbe megengedjük Jézusnak azt, hogy amit itt a küllemben hallottunk, az ne csak fejünkben tudatosodjon, hanem eljusson szívünkbe. Könyörögjünk. Istenünk, védj meg népedet minden bajtól, hogy Szent Imre közbenjárásával el tudjuk kerülni a jelen élet veszélyeit, és a jövendő örök dicsőséget megérdemeljük. Krisztus, a mi Urunk áll.
az egészet a kapukra csinálta, én csak rosszul voltam, hogy én megkérdezik a kérdezet. Sokáig gondolkodtam azon, hogy hogyan is köszönjem meg nektek a munkátokat, amit beletettetek. Gondoltam arra, hogy veszek nektek valami bort, egy csokoládét, de én jobban láttam, hogy őszintén és teljes szívemben nagyon nagy köszönetet mondjam nektek. Köszönöm szépen a munkát. Thank you.
szent mise záróállással fog véget érni, hogy mindannyiunkon legyen Jézusnak a segítsége, Jézusnak az áldása. Álljunk fel! Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek az Úr evangéliumának hirdetésére. Istenem!